Ez a horgászverseny három fordulós, három forduló, három nap, három helyszín és három időpont. Ez jellemzi, első nap este, tehát 17-től 20 óráig van horgászverseny. Ez volt a Tőzegtavon, a második nap délelőtt az Elektromax tavon 8-tól 11-ig, és itt a harmadik a döntőforduló, a Teveli Víztározón délután 14-től 17-ig. Az első és második fordulóba 3331 darab halat fogott a 27 versenyző. Ez átlagsúlyra, és itt jön a meglepetés, 1,46 dekát jelent egy darab hal. Nem pontyoztak versenyhorgászok. A nyeremény, illetve a kupa elnyerése a következőképpen történik. Minden egyes verseny egy külön verseny. Az elért helyezéssel jelenti a pontot, tehát az első helyzet 1 pontot, a 20. 20 pontot kap, és a 3 pont összeadva adja ki a helyezést. Aki a legkevesebb pontot gyűjti össze, ő nyeri meg. A várakozásoknak megfelelően az összesített első helyet Ács Gábor szerezte meg, Kis Kálmán és Romer Pál előtt. Az Ifjúsági Vöröskereszt pápai területi ifjúsági tanácsa július 15-e és 21-e közt szervezett tábort a Református Gimnáziumban működő tanács tagjainak, valamint az egészségnevelési verseny két nyertes csapatának. Itt volt a Jókai Mór közgazdasági szakközépiskola és a Vaszari általános iskola két-három fős csoportja. Az ifjúsági tanács évközben elsősorban a versenyekre való felkészüléssel, az oktatás szervezésével foglalkozik, és ez a Balatonparton, ez a tábor egy ilyen jutalom, üdülés, szakmai programokkal összekötve. A program nem hagyott kívánnivalót maga után, érdekes előadások, bemutatók követték egymást. Mindenképpen a mentőhelikopter látványos érkezése és bemutatója, de ahol külső technika, tehát tűzoltóautó vagy vegyvédelmi és katasztrófahelyhajtó rohamkocsi volt, ezek voltak a legizgalmasabbak, illetve volt egy olyan kis különlegességünk, hogy a Balatonfüredi Szívkórházba ellátogattunk.